végzős középiskolások érkeznek az Óbudai Egyetem, Alba Régia Egyetemi Központjába. Megkezdődtek a főiskolákon és az egyetemeken a nyílt napok. Az idén a felsőoktatásban kialakult zavar miatt a jelentkezési határidőt február 15-éről március 1-ére tolták ki, hogy plusz gondolkodási ideje legyen a fiataloknak. Népszerűek lesznek valószínűleg idén is azok az iskolák, melyeknél magas az államilag támogatott szakok aránya. Az Óbudai Egyetem ebben a rangsorban a harmadik helyen áll. Tulajdonképpen aki tavaly is ide jelentkezett, és elérte a megfelelő pontszámot, az mindenki bekerültett államilag finanszírozott képzésre. Olyan volt egyetlen egy hallgató, aki inkább a költségtérítést választotta, mert úgy gondolta, hogy ő el akar utána menni külföldre, és nem akarja visszafizetni a tandíjat. De alapvetően aki elérte az előírt minimumpontot, az be tud kerülni államilag finanszírozott képzésre. Villamosmérnök, műszaki menedzser és mérnök informatikus szakokat indít idén az egyetem, de elindítja a mehatronikai mérnök mesterképzését is az iskola. A diákok többsége a piacképes szakma és az államilag támogatott helyek miatt választja az Óbudai Egyetemet. Hát úgy hallottam, hogy itt elég sok az államilag támogatott szak, és egész jó szakok is vannak, főleg itt az informatika érdekel. A felvételi eljárás idén még nem módosul, mind elektronikusan, mind pedig hagyományos módon lehet a felsőoktatásba jelentkezni. Egy felvételiző legfeljebb 5 képzést jelölhet meg.